Mentsük gyorsan az írhánkat! Jaj, rohanjunk, okoska, mindjárt utolér bennünket! Ne legyen már tele a nadrágod! Úgy sem mer rálépni erre a fatönkre, mert tudod, a macskák utálják a vizet! Stop! A Manóba majdnem elkapott minket és az átkozott. El is kaphatott volna, de én minden pillanatban tudtam, hogy mit kell tennünk. De okoska, nézd csak, mi az ott a vízben? Nélkülem bizonyára, ó, egy palack. Mi lehet benne? Na hát, mi van ráírva? Mi van ráírva? Azt a mindenit, egy szellem. Igen, és persze én találtam. Te találtál rám? Tulajdonképpen ő az oka mindennek, mert hogy én nem is tudtam. De hiszen én találtam ki rátok a palac szelleme. 100 évente egyszer kibújok ebből a palacból, és 3 kívánságot teljesítek. 3 kívánságot? De mindenek előtt ki kell, hogy találjátok a varázsigémet, világos? Ez nehéz, hogy lesz okoska, ugyanis én egyetlen varázsigét sem tudok. Hát te? Én tudok egy csomót. Csiriburu biribá. Vagy abrakadabra. Nem. Vagy talán darabka abrak. Nem, de igyekezzetek, mert kifuttok az időből. Alkonyatkor visszatérek a palacba, és nem bújok ki onnan újabb 100 esztendeig. Akár kívántok valamit, akár nem. Ilyen undok szellemet még életemben nem láttam. Ha egyáltalán igazi szellem, szerintem az is lehet, hogy egyszerűen szélhámos. Szélhámos én? Jaj, segítség! Kérlek, varázsolj minket vissza a földre! A földre? Jó, ahogy akarját! Na, elhiszitek már, hogy igazi szellem vagyok? Ha nem találjátok ki a varázsigémet, vigyetek el valakihez, aki ügyesebb nálatok. Indulás! Lábúj hegyen, mert nem hallom a madarak csicsergését. Igenis, kedves szellem. Remek, Siamjau. Végre elkészült az új törpövetit. Nézd csak, Siamjau, ezek törpök. Az meg ott mi? Az egy szellem. Remélem, törpapa kitalálja, milyen varázsigét használ a palac szelleme. Jó lenne, akkor elmondhatnánk 3 kívánságunkat, és azok mind teljesülhetnének. Kívánságuk teljesüljön? A meggyörgös végkőbe! Nekem nehogy eltűnjetek! Hogy az a... Siamjau, meg kell kaparítanunk a palack szellemét, és akkor végre megmutatom ezeknek a nyavajásoknak, hogy milyen gonosz tudok én lenni. Ez meg micsoda? Ő a palack szelleme. Gyere. Utálom a szellemeket. Illetve annyira nem is utálom mindegyiket. Mondjátok, hol van törpapa? Elment az erdőbe édesgyökérért, nem sokára visszajön. Nagyon sajnálom, törpök. Úgy tűnik, nem teljesítem a kívánságaitokat. Mi az, hogy nem teljesíted? Kedves szellem, ne beszélj morózusan. Ezt a süteményt éppen most sütöttem, igaz, hogy magamnak. Nagyon gusztusos. És hogy megmutassam neked, mennyire önzetlen vagyok, megosztom veled ezt a finom falatot. Nem is tudtam, hogy ilyen fergeteges a humorérzéked. Nem értem, mi bajod, Hamival. Nyugalom, Szeszikén. Másnak is juthat, ha épp ezt akarod. Most aztán nagyon felmérgesítettél, palack szelleme. Azt javaslom, mérjük össze az erőnket. Na, mi ez? Erre nem számítottam. Nem az. Ez sem az. Varázsigék. Nem ezt kerestem, nem. A dédapa könyve a szellemekről. Ebben biztosan megtalálom a varázsigét.
Megvan a palack szelleme, a használandó varázsige, Miraculum Miraculi. Most aztán végedek van, törpök. A palack szellemének nem sokára új gazdája lesz. Ahogy látom, nincs valami jó humorérzéketek. Vajon a következő tréfában? Nevettek-e végre? Na most már ebből elég, te utálatos szellem! Nem kívánunk tőled semmit, és takarodj innen! Menj még mielőtt kidobunk innen! Ne várj! Csak tréfálnak. Nem mondták komolyan. Engem senki nem fog innen kidobni! Gondolod? Törpök felkészülni! Mi a manó folyik itt? Törpapa, ezt egy szellem műveli velünk. A palack szelleme kiűzött minket a saját falunkból. Egy szellem? Már volt dolgom szellemekkel. Héte, gyere elő! Hagyjál fel a tréfáiddal és viselkedj tisztességesen, különben kitessékelünk a faluból. Igen, na ne mondd! Eszedbe jutott már a varázsige? A varázsige? Segítek neked, hogy jobban tudj gondolkodni, jó? Palack szelleme, mondtam már neked, hogy hagyd abba! Ugyan? Ez még nem elég. De így már tökéletes a kép, nem? Miraculum Miraculi! Palack szelleme, hallasz engem! Miraculum Miraculi! Miraculum Miraculi! Ó, alig hiszek a fülemnek! Úgy tűnik, valaki tudja a varázsigémet! Miraculum Miraculi! Szia, miau! Sikerült! Szerencsétek volt! De 10 perc múlva, amikor lenyugszik a nap, vissza kell, hogy térjek a palacba! Jaj, akkor igyekeznünk kell. Palack szelleme, aprja falvába akarunk menni. Vezess oda minket! Igen! Mit akartok kezdeni azon a szörnyen unalmas helyen? Jó, rendben. Törterős, látod már hókusz-pókusz? Se íre, se amba. Itt a meglepetés! Hiába ez a pánik, úgysem menekültök előre. Varázs jelek, varázs porok, varázs ruhák, varázs szavak. Törpapa, hókuszpók már a faluban van. A tört minden, itt nem találom a varázsigéket. Viszitek, mindent megengedhettek magatoknak. Palack szelleme! Igenis, uram, mit óhajt? Azt, hogy azonnal parancsold ide vissza azokat a töpörödött törpicsegeket. Kérésed számomra parancs. Jaj! Nem egészen így gondoltam. Jaj! Palack szelleme! Azt akarom, hogy az összes törp az enyém legyen! Most meg megtam! Törpapa, már csak mi ketten maradtunk szabadon! Palack szelleme, állítsd meg a törpöket! Nem, én már 3 kívánságodat teljesítettem! Igazán? Palack szelleme, engedelmeskedned kell nekem, a gazdádnak! Ez remek munka volt, cicus. Különben is kinek hiányzik egy ilyen rozzant öreg szellem. Veri a varázslat, ez sem az. Piri a parádé? Nem, várj, ez lesz az. Miraculum Miraculi! Kimondták a varázsigét! Igyekezz, palack szelleme! Azt akarom, hogy hókuszpókot és Sziamiaut kicsinyítsd törpe nagyságúvá! Első kívánságnak nem is rossz! Fogjátok meg! Jaj, a törpök! Segítség! Segítség!
Papa, ezek mindjárt ellógnak. Ne aggódj, még kettőt kívánhatunk. Kifutottatok az időből. Arra, mint másodperc múlva lenyugszik a nap. Palack szelleme, azt akarom, hogy oldozd fel az összes varázslatodat. Ó, muszáj ezt megtennem? Igen, muszáj. Igen is, gazdám. Jaj, segítség! Nyavajások, ezt még megkeserülitek! Terpikék, jól éreztem magam köztetek, de az idő eljárt így aztán... Várj! A nap csak 5 másodperc múlva nyugszik, még van idő az utolsó kívánságunkra. Jó, rendben van, rendben van! Palack szelleme, azt akarom, hogy mostantól maradj a palackban, és soha többé ne varázsolj. Hé, ez nem igazság, nekem életem a varázslás. Nézd, Ulifuli, ott az esthajnalcsillag. Azt mondják, ha egy törp ránéz, teljesül egy kívánsága. Ki nem állhatom a kívánságokat. Jaj, Ulifuli!